Sziasztok! Napok óta borzolja a kedélyeket a hír, miszerint fizetőssé válik a Facebook. Legalábbis a legtöbb hírt adó portál ilyen szavak címekkel jelentette meg a, az információt, hogy x időtől fizetős lesz a Facebook. Na most rögtön az elején tisztázni szeretném, hogy. Ez így önmagában igaz is, meg nem is igaz, ugyanis nem a Facebook szolgáltatása, tehát az eddig használt szolgáltatás válik fizetőssé, hanem a Facebook bevezet egy havi díj ellenében történő plusz szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy aki kifizeti ezt az összeget, jelen esetben 10-11 dollár és 14 dollár, mert ugye kétféle opció létezik, mindegy, ebben most nem menjünk bele. Tehát aki kifizeti ezt az összeget, az egyrészt igazolhatja magát, hogy ő valóban ő a Facebook profilnak a tulajdonosa, bár úgy tudom, hogy ezt eddig is meg kellett tenni, plusz egyéb szolgáltatásokat is igénybe tud venni ezért az összegért, és a neve mellett, vagy nem tudom milyen opció módján, megjelenik majd egy kék pipa, tehát hogy ő, ő előfizetője a Facebooknak, Első körben ugye ezt Ausztráliában és Új-Zélandon fogják bevezetni, vagy már lehet, hogy be is vezették, mire ez a videó kikerül. <kül> és nyilván ez egy teszt időszak lesz, aztán nyilván világszerte be fogják ezt vezetni. Mi a problémám ezzel a, ezzel a dologgal? Ugye sokan úgy tekintenek a Facebookra, hogy van egy nagyszerű amerikai cég, amelyik lehetőséget biztosít számunkra, hogy a közösségi oldalon keresztül tartsuk a kapcsolatot ismerőseinkkel, barátainkkal, megosszuk a mindennapi dolgainkat, cégek esetében, a reklámokat, a céges tevékenységet, és a többi, és a többi. Sok követőre tegyünk szert, ismeretségre, ismertségre, és, és hát tényleg milyen nagyszerű ez a, ez a lehetőség számunkra, hogy hogy ezt biztosítja ez az amerikai cég, és hát biztos, hogy sok pénzbe kerül ennek a leprogramozása, a tárhely, és a többi, és a többi, és a többi. Ez így önmagában, nem mondom, hogy nem igaz, mert, mert igaz, de azért egészítsük ki azzal, hogy gyakorlatilag képzeljünk el egy nagy-nagy-nagy üres lufit, vagy medencét, vagy mindegy, egy nagy-nagy tálat, amibe ez a cég semmit nem tesz bele. Ő csak magát a tálat, ezt a lufit, ezt a területet biztosítja, hogy te, aki meg én, meg még sok millióan, milliárdan, ugye két milliárd felhasználója van most a Facebooknak világszerte, nem is tudom. Tehát, hogy ez a, ez a rengeteg ember, ez az, akik tartalommal töltik meg a, ezt a lufit, ezt a tárhelyet, ezt a stb. 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 Tudom, kétségtelen tény hogy kell hozzá az, hogy, hogy meglegyen a megfelelő háttér, tároló kapacitás, a megfelelő szoftverek, a, a, gyorsaság, és a többi, és, a többi. <kül> és ez ma már biztos nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, tehát nagyon költséges egy ilyet fenntartani, tehát a szerverpark, adattárolás, és a többi, és a többi. De azért picit úgy érzem, hogy fordítva ülünk a, a, ló hátán, mert, mert mindazok, akik, akiknek köszönhető, hogy ez a történet működik, tehát a Facebook működik, az a sok milliárd ember, az a két milliárd ember, vagy sok millió ember, azok, akik, akik, a feladatot kvázi úgymond elvégzik, hogy tartalommal töltsek. Legyen miért oda menni, legyen, legyen mindenkinek érdeke az, hogy ezt a fórumot használja. Elmondok egy példát: tehát, hogyha te akár önkéntes munkát végzel, akár, akár munkahelyen dolgozol, akkor az önkéntes munkahelyen nyilván nem kapsz pénzt, a munkahelyen nyilván pénzt kapsz, hiszen azért mész a munkahelyedre és mondjuk van egy munkáltató, aki biztosítja a munka feltételeit, tehát be bemelsz a, a, gyárba, az üzembe, a szolgáltató helyre, ad neked asztalt, fűti a helységet, és a többi, és a többi, de mondjuk neked egy fillért sem fizet ezért. Viszont azáltal, hogy te oda bemész, ő ezen nagyon-nagyon sok pénzt keres. Tehát itt van a kutya elásva, hogy az egyszerű ember fölcsatlakozik a Facebookra, egy csomó tartalommal megtölti a Facebookot, a jelenlétével értékessé teszi a Facebookot, hiszen biztos vannak statisztikák, én nem néztem utána, hogy egy-egy átlag ember, vagy egy átlag magyar, vagy fiatalok többsége havi szinten, napi szinten, éves szinten mennyi időt töltenek el a Facebookon azzal, hogy ott böngésznek, nézelődnek, nézik mások tartalmait, saját maguk osztanak meg, és a ezzel hihetetlen értéket teremtenek magának a Facebook tulajdonosának, ugyanis ő egyrészt minden adatot összegyűjt az algoritmusok által, mindent tudnak rólad, amiket nyilván megosztasz azok alapján, a szokásaidról, a hobbiaidról, mindenről. És ezeket az adatokat, ugye ma már a legnagyobb kincs a világon az az információ, tehát hogyha valaki nagyon-nagyon sok információval rendelkezik, Bármiről, jelen esetben ugye, ugye a felhasználókról, akkor azt pénzé tudja tenni, érték, értékként tudja elkönyvelni magának, és, és el tudja adni azoknak, akiknek ezekre az adatokra mondjuk a, a cégeknek ö, szüksége van. Tehát nem csak, hogy neked, mint tartalommal ellátónak, tehát aki te, te, mint aki tartalmat produkálsz, Neked, akinek köszönhető, hogy a Facebook egyáltalán működik, tehát nem csak ö, ö, neked nem fizet semmit, hanem rajtad még jót is keres ez a cég, tehát ö, megvan az, az is számszerűsítve van, mert ugye minden statisztikából áll már a világon, mindenből lehet statisztikát készíteni, mindenből lehet adatokat kivonni, tehát megvan az, hogy egy felhasználó mekkora értékkel bír a Facebook számára, most nem is tudom, hogy 50-80-100 dollár egy magyar felhasználó értéke? Tehát az, hogy te ott vagy a Facebookon, ez ennyit ér a Facebooknak, hiszen azáltal, hogy te használod, téged reklámokkal tud bombázni a te oldaladat, nem is az oldaladat, hanem az, hogy nálad megjelennek a reklámok, az, az azért van, mert mert tudják, hogy hány éves vagy, hol laksz, mivel foglalkozol, milyen végzettséged van, stb. stb. És el tudják ezeket az információkat adni azoknak a cégeknek, akik mondjuk a saját termékük, termékükkel, szolgáltatásukkal, pont az ilyen típusú embereket, tehát mit tudom én, én mondjuk 50 és, vagy 45 és 55 év közötti, férfi vagyok, akinek házasságban él, vidéken él, falun, x időt tölt a Facebookon, ez és ez a munkám, ennyi és ennyi időt, és ilyen és ilyen tartalmakat nézek, tehát ez bizonyos hirdetőknek én potenciális célpont vagyok ügyfélként, tehát az én is értékes vagyok a Facebook számára. És akkor itt jön most az a dolog, hogy, hogy a Facebook gyakorlatilag nem, hogy nem fizet neked ezért, hogy te tartalommal és az időd ráfordításával értékessé az ő oldal, teszed az ő oldalukat, hanem még pénzt fog kérni tőled azért, hogy mondjuk X szolgáltatásokat még pluszba el tudjon adni neked. Ugye, az sem igaz, hogy a Facebook nem fizet, mert ugye van, van egy olyan opció, hogy ha neked nagyon-nagyon nagy látogatottságod van, és nagyon szigorú kritériumai vannak annak, hogy, hogy miért hajlandó fizetni, és mindjárt mondok, mondok erre egy másik példát is, de gyakorlatilag ezeknek a kritériumoknak az átlagfelhasználó az messze nem tud eleget tenni, tehát egy átlag felhasználó messze nem tud arról álmodozni, vagy arra gondolni, hogy, hogy jó, én mondjuk naponta 5-6 órát eltöltök a Facebookon, minden nap osztok meg posztokat, teszek fel képeket, videókat, tartalmakat, hozzászólok, és a többi, és a többi. Tehát kvázi az időmet áldozom a Facebookra, de mégsem tudok arról álmodozni, hogy, hogy mondjuk ezért nekem a Facebook a bevételeiből visszaosszon valamennyit, sőt, most arra próbál engem rábírni, hogy hogy fizessek havonta 5000 forint körüli összegnek megfelelő pénzt azért, hogy plusz szolgáltatásokat kapja. Ezzel sem lenne önmagában gond, hogy oké, okay, ugye el tud azni Budapestről Bécsbe első osztályon, meg másodosztályon, az első osztály az ennyibe kerül a másodosztály, amelyik plusz szolgáltatás tartalmaz, kényelmesebb a szék, nagyobb a hely, stb. mindegy, az, az többe kerül, most csak egy hasonló példát próbáltam hozni. Tehát ezzel sem lenne gond, a fő probléma azzal a sunyisággal, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzam van, hogy ugye a Facebook, mint egy profitorientált cégóriás, érdekelt abban, hogy minél nagyobb bevétele legyen. Na már most, amikor így elkezdik szankcionálni pozitív és negatív értelemben a felhasználókat, tehát van, van kiemelt felhasználó, aki fizet azért, hogy ott legyen, és van olyan, aki nem fizet és ingyen használja, akkor előbb-utóbb a Facebook afelé fog menni szerintem, ez csak az én véleményem, hogy ösztönözze minél jobban az ingyenes felhasználókat arra, hogy hát figyelj már, te is legyél már előfizető, te is adjál már nekünk még plusz pénzt, azon kívül, hogy érsz nekünk mint a 80-100 dollárt, és még az adataidat el is adjuk különböző cégeknek, és abból horribilis összegeket keresünk. Tehát még te is fizes nekünk, és ezt mivel fogják tudni elérni? Azzal, hogy Mondjuk korlátozni fogják a, a, a megjelenéseidet. Nem olyan értelemben, hogy letiltanak, vagy hogy nem posztolhatsz, hanem egyszerűen úgy úgy fogja az algoritmus irányítani a, a meglévő posztjaidat, hogy még az ismerőseid közül is nagyon kevesen fogják azt látni. Ez csak egy dolog arra. Tehát mondjuk kiteszel, van átlagosan mondjuk 2000 ismerősöd a Facebookon, most mondtam egy számot, ugye 5000 lehet maximálisan, van akinek ennél jóval kevesebb van, de mondok egy átlag középár, közép, közép átlagot 2500 ismerősöd, és fölteszel mondjuk magadról egy fontos információt, hogy gyerekek, Ismer, kedves ismerőseim, szükségem lenne erre vagy arra, kérlek segítsetek, és te jó hiszem olyan azt gondolod, hogy hát ez valószínű, hogy a 2500 ismerősöd közül mindenki, aki most éppen föllép a Facebookra, vagy aki egyébként használja rendszeresen, az látni fogja ezt a megosztásodat, ezt a bejegyzésedet, elképzel, sőt ez már ma, ma, ma is így működik, hogy, hogy visszajelzések alapján látható, hogy egy csomó ismerősöd nem is találkozik a bejegyzéseddel, mert nála egyszerűen nem jelenik meg. Na már most, hogyha az algoritmusokat úgy fogják beállítani, vagy ezeket a szabályozókat úgy fogják beállítani, hogy ezentúl ez még sarkítottabb legyen, tehát mondjuk, de nem vagy előfizető, akkor a te bejegyzésedet mondjuk a 2500-ból csak 48 láthatja. Vagy ha előfizető vagy, akkor a 2500-ból lehet, hogy hogy 1500 látja majd. Tehát eh, érzitek a különbséget, hogy hogyan tudják majd ezt eh, eh, ilyen faramúci módon kiátszani, És akkor mondok egy másik példát, eh, hasonló példát. Ugye annak idején elindult a Google, mint keresőszolgáltatás, és külön attól függetlenül létezett a YouTube, mint, mint tartalom megosztó oldal. Aztán jó néhány évvel ezelőtt a Google felvásárolta a YouTube-ot, és ma már a kettő, ugye egyet jelent, Google, YouTube az ugyanaz, és a Google, illetve a YouTube az, az, egyik olyan, talán nem is tudom hány olyan ilyen oldal van, tehát induljunk ki abból, amit a Facebookról mondtam, hogy a YouTube sem más, mint egy nagy üres lufi, egy nagy tárolóhely, a Google biztosítja ezek ez szoftverekkel, tárhelyjel, mindenféle széppel és jóval, és azok a felhasználók, akik nem csak nézik a YouTube tartalmakat, hanem tartalmakat töltenek is fel, mint például én ugye az emberiség.hu-ra, vagy a kis messe csatornára, vagy a, vagy, a, vagy a, fotós videós csatornámra, tehát ugye több csatornám van nekem is, tehát én tartalommal töltöm meg ezt az üres lufit, ezt a tárterületet, kvázi, ha ez nem lenne, akkor a YouTube semmit nem érne, hiszen ha nincs tartalom, akkor az emberek nem látogatják, nem mennek oda, nem, nem érdekük az, hogy, hogy ott töltsenek hosszú időt, tehát semmit nem érne. Ugye a YouTube is azt csinálja, hogy eladja a felületeit reklámozóknak, de a YouTube-ban legalább van, a google be van legalább annyi, annyi becsület, hogy, hogy visszaoszt azoknak a, az embereknek, akik ezt a tartalmat, az ő tartalmukat föl teszik erre a, 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 a lehetőségre, a, tehát magára a YouTube-ra, és a reklám bevételeinek egy bizonyos százalékát, ez megvan egyébként, hogy hány kattintás, mennyi megnézettség, mennyi, mennyi pénzt ér, tehát mennyit fizet ki. Ez országonként változó, hogy most pár szót mondjak erről is. Ugye már sokan kíváncsiak lennétek erre is, hogy mennyit lehet keresni a YouTube-ban. Ott ugye ezer látogatásra mondanak egy CPM, úgynevezett CPM számot, egy CPM összeget. Magyarországon ez, ez, ez is változó, tehát nem minden, az évben nem minden. Azonos időszak, időszakban azonos, tehát mondjuk egy karácsony előtti időszakban, amikor sokkal több cég hirdeti a szolgáltatását, termékét, hogy vedd meg karácsonyra, akkor ez a CPM szám mondjuk fölmegy 1000 kattintásonként 1300, 1400, 1500 forintra, tehát 1000 megtekintés mondjuk hoz 1500 forintot. Egy kevésbé érdekes időszakban, mondjuk egy január, február, amikor már a cégek kiköltekeztek az előző év végén, akkor, akkor kevesebb lesz ez az összeg, akkor lemegy az 1500 forintra, mondjuk 7, 600, 700, 800 forintra, tehát 1000 megtekintés körülbelül ennyi pénzt tud hozni, de ez sem igaz, mert van egy csomó feltétel, hogy mennyire hirdetésbarát a tartalom, mennyi ideig nézik a tartalmadat, nem akarok most ebben részletesen belemenni, és még az is, az is fontos, hogy honnan nézik, mert mondjuk, Amerikában vagy vagy Norvégiában ez a szám, ez jóval magasabb, tehát ott, ott ilyen 4-5-6 dollárokat fizetnek ezer megtekintésért, tehát hogyha egy amerikai nézi meg mondjuk a tartalmadat, mert olyan jellegű, hogy angolul van, akkor akár 5-6 dollárt is tud keresni egy videó ezer megtekintéssel, míg Magyarországon ez jóval kevesebb. Mindegy. Nem is ez a lényeg, ez egy kis mellékvágány volt az egész történetben, arra akartam kitérni, hogy a, a Google is Hirdet fizető szolgáltatást, ugye, hogyha nem akarsz reklámokat nézni minden videó elején, közepén, végén, ugye van, ami át se ugorható, hanem végig kell nézned, valamit 3-4 másodperc múlva, vagy 5 másodperc múlva kikapcsolhatsz. De akkor is bosszantó, hogy nézel mondjuk egy előadást, egy műsort, egy, egy bármilyen tartalmat, és akkor felugrik egy reklám, és akkor megszakad, és akkor. Hát ugyanúgy, mint a tévében, ugye nézed a filmet, és a legizgalmasabb résznél bejön egy reklám, és akkor végig kell nézed a 6 perces reklámblokkot, ott még át se ugorhatod a reklámot. Tehát a, a YouTube is kínál fizetős szolgáltatást, pontosan azt, hogy te kikapcsolhatod a reklámozásokat, kvázi a a kieső bevételt te a saját, ami a YouTube számára így kiesik, hiszen nem fogsz reklámokat nézni, így a kieső bevételt te a saját zsebedből megszponzorálhatod a YouTube-nak. Tehát a Facebookkal szemben még ez is, ez is korrektebb és tisztességesebb, hogy legalább valamilyen módon, nem tudom milyen arányban, de legalább honorálja a, a, azokat, akik, akiknek köszönheti a létét, aki tartalommal tölti fel az ő, ő üres lufiát. Úgyhogy a Facebook ilyen szempontból tényleg egy, egy hát nem azt mondom, hogy gusztustalan, mert én ugye rá vagyok szorulva, hiszen a munkám miatt, egyéb dolgok miatt rendszeresen kell, hogy posztoljak, megosszak tartalmakat, munkaerőket keressünk, vagy munkát hirdessünk, vagy nem tudom, tehát lényeg az, hogy, hogy elkerülhetetlen, és nem csak én vagyok ezzel így. Ugye van az a felhasználó, akinek tök mindegy, hogy fönn van-e a Facebookon, maximum annyi haszna van, hogy ismerősökkel tudja tartani a kapcsolatot, és vannak olyan felhasználói a Facebooknak, akiknek kvázi létkérdés az, hogy fönn legyen a Facebookon, mert ha nincs fönnt, akkor nem tudnak róla, mondjuk cégek, szolgáltatásnyújtók, magánemberek, és a többi, és a többi. Tehát erre a két csoportra lehet osztani az embereket. És akkor Ugye most ezt körbejártam ezt a témát, hogy, hogy, miért tartom etikátlannak a Facebook részéről azt, hogy egyrészt nem honorálja azt, hogy te az idődet, az energiádat, a tartalmadat adod az ő felületükre, hanem még meg is akarja osztani a Facebook társadalmat ilyen módon, hogy lesznek kiemelt emberek, és lesznek ilyen, ilyen hát mindegy, jó, hogy itt van, mert lehet a reklámokat eladni neki, de azért jobb lenne, ha fizetnél érte. Na mindegy. És akkor még egy pár gondolat a Facebookkal kapcsolatosan. Sosem értettem azt, hogy Európának egy ilyen fejlett társadalmakkal, és most nem részletezünk, hogy mennyire fejlett, mennyire nem fejlett, tehát egy ilyen fejlett társadalmakkal és fejlett infrastruktúrával rendelkező területi egységnek, és most nem beszéljünk itt országokról, mert beszélhetnénk egyébként országokról is, miért van szüksége arra, hogy egy amerikai ilyen felületet használjon, tehát az európai embereknek miért van szükségük arra, hogy amerikai felületet használjanak, miközben tudjuk, hogy mondjuk a törököknek, Törökországnak saját ilyen közösségi médiája van, Oroszországnak saját közösségi médiája van, Kínának nyilvánvaló teljesen egyértelmű, hogy saját közösségi média felülete van, és ugye Törökország az azért kisebb, mint Európa, Oroszország is a hármaga 200 80 vagy 300 millió, nem tudom, 200 80, 260 millió lakossága Oroszországnak, mégis van saját közösségi fóruma. Miért ne lehetne az Euró Európának, vagy az Európai Uniónak, de hát nem is muszáj az uniós tagoknak lenni, teljes Európának, hogy az uniónak van 500 millió lakosa, a teljes Európának talán 800 millió, tehát miért ne lehetne egy saját, közösségi portált fölépíteni az amerikaival szemben, vagy az amerikaival párhuzamosan, és miért ne lehetne olyan közösségi portált felépíteni, ami nem egy magáncég tulajdonában van, hanem mondjuk a közösség tulajdonában van. Tudom, hogy ez technikailag nagyon bonyolult, nagyon sok pénzbe kerül egy, egy olyan szerverrendszernek, egy olyan programozási rendszernek a kialakítása, ami ugyanazt tudja, mint mondjuk jelen esetben a a Facebook, de mondjuk, hogyha a nemzeti kormányok, vagy a nemzetek kormányai összefognának, vagy csak néhány kormány összefogna, és azt mondaná, hogy oké, okay, megfinanszírozunk egy ilyet, összeállunk. Mondjuk, most mondok egy Banális példát, a v 4 azt mondanák, a, tehát a lengyelek, a szlovákok, a csehek és a magyarok, és akkor ez mondjuk csatlakoznának mondjuk még a, a szerbek, az osztrákok, a, lehet, hogy a németek is, tehát több tízmillió embernek a, a, a kormányai csatlakoznának hozzá, és azt mondanák, hogy oké, okay, létrehozunk egy munkacsoportot, felkérünk fejlesztőket, hogy alakítsanak ki egy, Eurobook, vagy nem tudom minek nevezzem, most csak mondtam egy ötletet. Eurobook nevű felületet, ami ugyanazt tudná, mint a Facebook, hogy, hogy fölt regisztrálhatsz, és, és, egyéb funkciókat is be lehetne építeni, és, és az ott kifizetett reklámokból, ugye most jelen pillanatban mi történik? Az történik, hogy az összes reklámozó az a két milliárd ember felé, aki reklámoz a világban, ezeknek a nyeressége ez a, Facebooknál, meg a YouTube-nál csapódik le. Egyébként létre, lehetne, létre lehet hoz, lehozni egy, egy olyan ötvözetet, ami ötvözi egyszerre a YouTube-ot, meg a facebook Facebookot, európai kézbe lenne, vagy akár magyar kézbe, bár Magyarország 10 milliós területével lehet, hogy egy picit kicsi lenne hozzá, de egy európai ilyet mindenképpen létre lehet hozni. Ez nem csak az én ötletem. A magyar parlamentben talán Torockai László az, aki, aki már ezt felvetette néhány hónappal ezelőtt, hogy, hogy miért az amerikai érdekeknek, egy amerikai multicégnek, az amerikai titkos szolgálatoknak szolgáltatjuk ki európai embereknek az adatait. Európa miért nem képes arra hogy létrehozzon egy közö, ilyen közösségi oldalt, ami európaiaké lenne, és uram, bocsánat, még, még a azoknak az embereknek a munkáját, akik tartalommal látják el, és rendszeresen posztolnak, és mindenféle értékes dolgokat hoznak létre. Nekem is van olyan, olyan posztó, amit több százezer ember nézett meg a, a, a Facebookon is és mégsem honorálta. Jó, nyilván nem az volt az elsődleges célom, hogy na, az, ebből most pénzt keresek, hanem tényleg egy információt akartam megosztani. Tehát miért ne lehetne olyan közösségi fórumot létrehozni európai szinten, amely, amely, amely ezeket tudná, és, és korrektebb módon bánna a, a felhasználóival. Jó, hosszúra nyúlt, azt hittem, hogy én ebbe pár percben bele fogok férni ez a fizetős Facebookkal kapcsolatosan a gondolatai majd, de hát most már több mint 20 perce beszélek. Úgyhogy tulajdonképpen ennyit akartam elmondani a Facebookkal kapcsolatosan, Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, a ti gondolataitokra, esetleg írjátok ide kommentben, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és sziasztok!